A pécsi Rád Géber Akadémia volt a Kornél Pápa KC ellenfele a péntek esti mérkőzésen, melyet a vendégek kezdtek jobban, így két negyed után már 11 ponttal vezettek. A harmadik 10 percben sem volt változás a játék képében, a vendégek őrizték maga biztos előnyüket. Az utolsó felvonásra minden maradék energiáját mozgósította a pápa, végre bementek a hármasok, melynek köszönhetően 81-76-ig sikerült zárkózni. 5 pontnál közelebb azonban már nem kerültek horváték. A junior válogatott Meszlényi 10 pontjával a Pécs győzött, 95-90 arányban. Problémáink voltak, a héten rengeteg sérült volt, beteg volt, a komadani sajnos nem tudott itt lenni, de azt gondolom a csapat nagyon korrektül hozzáállt a mérkőzéshez. Voltak hibáink, de mindenki akart küzdött, úgyhogy én abszolút nem tudom elmarasztalni a srácokat. Kiadtak magukból mindent, ennyivel jobb volt az ellenfél, volt náluk 2-3 extra játékos, akik megnyerték a meccset, mikor ciki volt. Azt hozzá kell tennem, hogy azért mutatja a mérkőzést erejét, hogy nekik a kezdőkkel kellett végigjátszani a mérkőzést. Szóval nem az volt, hogy cserégettek, mint nekem kellett cserégetni, hanem ők végig a kezdő csapatot tartották pályán. És ez döntött, hogy nekik minőségi volt egy-két játékosuk, mint a miénk. De mondom, én azt gondolom, nem érheti szó a ház elejét, mert csapatként megpróbál mindenki mindent. Voltak hibák, nem ment úgy a labda, hogy szerettem volna, volt egy-két egyénieskedés, de hát lehetett látni, hogy 2-3 fejjel magasabb játékosok voltak náluk kilóba is, plusz 10-20 kiló. Úgyhogy azért mondom, hogy lehetett volna szebb, de extrán dobott az ellenfél, úgyhogy ez a probléma, hogy kaptunk 95 pontot, és üres hármasok voltak, rosszul ott álltunk. Egy-egy védekedésünk a végére állt össze, amikor azt gondolom, már késő volt. A feldobás után 24 másodperccel időt kértél. Mi nem tetszett? Az, hogy megbeszéltük az első két támadást, a Pécsnek a figurája ugyanaz volt, amit mondtam, hogy kinek kell rotálni, erre egy üres zicser dobott az ellenfél, hogy megbeszéltük, hogy elég kell jönni, gyenge oldalról be kell segíteni, el kell vinni a löblabdát. Utána pedig nem azt a két játékot játszottunk, amit elrajzoltunk, teljesen dekoncentráltan kezdtük a mérkőzést, holott tudtuk azt, hogy mit fognak csinálni, mire készülünk, meg volt a taktika, és azért éreztem, hogy fel kell rázni a fiúkat, mert ez így nem mehet tovább, mert időt kell kérnem emiatt, hogy a taktikai dolgok az első három támadásnál teljesen kudarcot vallottak. Az első félidőben főleg Gyógyzsevicset volt nehéz tartani. Hát igen, ő nagyon rutinos játékos, plusz kilói vannak, de mondom, itt nem az volt a probléma, hanem kaptunk 50 pontot hazai pályán, és könnyű, nem az volt, hogy extra 3 pontosok voltak kézen keresztül, hanem a második félidőben is üres dobások voltak, és arról segítettünk, akiről nem megy, akinek ment a dobás, arról nem segítek, arról ott maradok, inkább dobjon más, nem fogja bedobni. Amíg ezt nem értjük meg, addig nem fogunk ilyen csapatok ellen mérkőzést nyerni, és lényegében ez csak figyelem kérdése, semmi akarat, semmi taktika, ez figyelem kérdése, hogy dobott 2-3-ast, a harmadikat biztos nem ő dobja rá. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt ezek a problémák voltak, fejbe voltak problémák a játékosainknál. Azt hozzá kell tenni azért, hogy ez egy komoly csapat, és tűzbe vannak, sokat játszanak, mondom, nálunk azért lehet látni, hogy voltak hiányosságaink, és nem tudtunk úgy forgatni a csapatot, hogy szerettem volna. Igen, pekések is voltatok, hiszen amikor visszajöttetek volna a közelre, akkor mindig jött egy hármas. Igen, jött egy hármas, meg eladtuk a labdát, nem indítottuk, akit kellett volna, rossz passzok voltak. Mondom, a végén viszont saját magunkat vertük meg, mert volt 2-3 olyan szituáció, hogy könnyű zicsert dobhattunk volna, de nem tudtunk. Kesett a kezünkbe a labda, átdobtuk a gyűrűt. Ennek nem tudom, mi az oka. Mondom, ez is a koncentráció, meg a fejbe, figyelem a kosár, de az feljáték, ha nem vagy ott fejbe, hiába akarsz, az nagyon kevés. Két mérkőzésről beszélünk még, ugye múlt héten Baján sikerült nyernetek, és jön a Kaszások elleni mérkőzés. Hát Baján egy kötelező győzelem volt, de ott is igazoltak egy új játékost, az első félidőben nehezen tudtuk semlegesíteni, azt a második félidőben már csapatként játszottunk, és nagyon jól megtaláltuk a Bajánnál a réseket, hogy kire kell játszani, magas poszton erősebbek voltunk, szépen megvoltak a betörés leválásaink. Úgyhogy az egy magabiztos győzelem volt a végén, azért lett csak 11 pont, mert lehetőséget adtam a cseréknek, és sajnos a 25 pontról 11 pont lett. Úgyhogy lehet látni, hogy ennyit jelent, hogy egy utolsó csapat ellen is 2 perc alatt föl tud jönni az ellenfél. Tehát ott is koncentráltan kell fölmenni, ott is akarni kell tudatosan, nincs olyan, hogy most na, akkor lemegy a 2-3 perc, és akkor vége a mesek, nem. Itt is nagyon tudatosan, okosan meg kell oldani a dolgokat. A Kaszások ellen tavaly sikerült megnyerni a döntőt, most idegenben játszunk, nekik 5 győzelmük van, nekünk csak 3, úgyhogy egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk, megpróbálunk felkészülni rá, és remélem, hogy akkor már teljes csapattal tudunk menni, és megpróbálunk nyerni. A mérkőzés másnapján, november 27-én szombaton, a pápai csapat hivatalos Facebook oldalán közölte, hogy közös megegyezéssel távozik a kispadról Kálmán László. Utódját egyelőre nem nevezte meg a klub, további részletek jövő heti adásunkban.
Mozgalmasan telnek az év utolsó hónapjai az egyesületnél, hiszen egy soproni gála után Kaposváron barátságos küzdelmeken vettek részt a sportolók, ezzel párhuzamosan pedig javában szervezik a pápai jótékonysági sparingot. Sopronban Olá Dániel lépett kötelek közé, akinek ez már a negyedik meccse volt. Meghívást kaptunk a Hegyalja kupára, és hát ott sikerült ezt a mérkőzést behúzni, úgyhogy Rani az 4-0-val így most már makulátlan mérleggel halad előre. Reméljük, hogy a következő versenyen is hasonló eredmény lesz. Ezek alapozó meccsek, gálák, és szeretnék majd decemberben elmenni az ICO bajnokságra, Zalaegerszegre, ami egy nemzetközi verseny, és ott haladók is várhatók, úgyhogy remélem, hogy így szépen lassan fel tudjuk építeni. Említetted, hogy ez már a negyedik mérkőzése volt, mennyire látod rajta a fejlődést? Látom a fejlődést, bár most az utolsó mérkőzésen nem voltam makulátlanul boldog, mert hát kondiban nem voltunk ott, ugyanis megbeszéltük a Danival az otthoni edzésmunkát, és hát úgy felbátorodtunk három győzelem után, hogy negyedszerre már nem, kicsit elengedte magát a versenyzőm. Voltak kondicionális problémák a mérkőzésen, de végül is egyhangú pontozásra be tudtuk húzni. Ennél sokkal többre képes a Dani, úgyhogy remélem, hogy ebből tanult, mert azt hitte, hogy kevesebb edzésmunkával is lazán lehet venni az akadályokat. De tényleg ettől függetlenül azt mondom, hogy amit taktikailag, illetve technikailag vártam tőle, azt hozta a mérkőzésen. Múlt héten voltunk Kaposváron, a Sági Robék, Fightland Kaposvár meghívott minket egy sparringra, négy csapat volt, Nagyatád, Siófok, Kaposvár, illetve mi. Közel 70 ember volt a sparringon, voltak nehéz súlyok is, kisebb súlyok is, és szét tudtuk úgy szedni a brigádot, hogy három menetet bunyóztak a 80 kg alattiak, utána pedig a felették, és öt ilyen kört csináltunk, úgyhogy igazából jó, nyilván egy edzésbunyó az nem olyan igénybevétel, mint egy mérkőzés, de azért ötször lebunyózták azt a 3x2 percet, amit mérkőzésen szoktak. Úgyhogy hát kellemesen elfáradt mindenki. Ezeknek a sparingoknak mi a célja? A célja egyrészt az, hogy a terhelést növeljük, tehát ugye edzés körülmények között is bunyózunk mondjuk 8-10 meneteket itthon is, de mindig ugyanazzal az ellenféllel, és azért itt nem folyamatos 10 menet bunyóról van szó, hanem van közte pihenő, tehát abban a 3 menetben azért jobban ott tudják magukat tenni, illetve az egy külön megterhelés jelent, hogy idegen ellenféllel bunyózunk, és itt most nem arról van szó, hogy nagyon verjük egymást, itt arról van szó, hogy minden három menet után kap egy teljesen más felállású, képességű, adott esetben súlyú ellenfelet, akinek teljesen mások az adottságai, és ehhez kell alkalmazkodni. Úgyhogy itt nagyon jól tudjuk azt szimulálni, hogy egy új mérkőzésre készülünk, és nem tudjuk, hogy ki az ellenfél. Plusz azért nyilván erősebb, mint egy edzésbunyó, de nincs kiütés, vigyázunk egymásra, ha sérülés van, azért meg lehet állni, stb. Tehát azért ez egy jó szimulációja versenykörülményeknek. Ezen a hétvégén is utaztok, hova és milyen eseményre? Igen, Mezőfalván lesz a következő, ez egy profi box és K1 gála lesz, amit a Rozman Pisti, a menedzserünk szervez, és meghívást kaptunk ide. Most úgy néz ki, hogy már három emberrel tudunk menni, mert úgy láttam, hogy Margöl Milán már megérett arra az első meccsre, amit szeretnénk összehozni neki, úgyhogy ő most fog debütálni, illetve van a kertész unorunk, aki hát már nagyon régóta jár hozzám, 12 éves, de eltűntött most már 4-5 évet a sportákba, de egyszerűen a növése miatt annyira kis picike, hogy súlyba is, magasságba is, nem nagyon találtunk ellenfelet. Most talán kezdünk egy kicsit nyúlani, meg beerősödni, és most már úgy gondolom, hogy be tudunk vállalni egy mérkőzést. A harmadik versenyző pedig a Dani, akit ugye szépen léptetünk előre, próbálom minél többet mozgatni. Hát most nagyjából úgy alakult, hogy most már havonta vagyunk ring közelbe, és ugye ez is egy fontos alapillérje a fejlődésnek, úgyhogy remélem, hogy ezt az akadályt is bátran fogja, mert is jól fogja venni a Dani. Hozzá kell tenni, hogy tehát ne kell várnunk azt, hogy mi lesz hétvégéig, mert ugye annyira sok a karanténban helyezett gyerek meg a beteg, hogy itt naponta változnak az ellenfelek, úgyhogy remélem, hogy mind a hármunknak lesz mérkőzése. Hosszú idő után ismét Pápán lesz egy küzdősportos esemény a Városi Sportcsarnokban. Mik a részletek? Igen, ugye itt a Covid helyzet nagyon megakadályozta azt, hogy bármilyen rendezvényt belekezdjünk.
most nem tudom, hogy mi lesz, egy zárt körű edzés lesz, azért nem ismertem versenyt szervezni, mert hát itt a korlátozások keresztbe húzzák a számításainkat. Viszont minden évben jótékonykodunk valamit az egyesülettel. Ugye tornáztunk már FitLife-osokkal a kórház alapítványnak. Tavaly a szociális intézetnek gyűjtöttünk fára, adományfára pénzt, és ugye ezt kiszállítottam, mivel ezzel foglalkozom. Úgyhogy 5 család kapott tavaly tőlünk adományfát, és idén megint visszatérünk az alapítványhoz, megcélozva, ugye az első körben a gyerekosztálynak gyűjtöttünk, most visszatérünk az alapítványhoz, és most a sürgősségi osztálynak fogunk gyűjteni. Ez egy nagyobb lélegzetvételű gyűjtés lesz a részünkről, mert EKG gépre gyűjtünk, ami több 100 000 forint, és ehhez azért nyilván egy nagyobb réteget meg kellett mozgatni, és úgy gondoltam, hogy a küzdősportos baráti köröm az elég széles ahhoz, hogy ezt a dolgot összehozzuk, és hát úgy néz ki, hogy nagy durranás lesz, mert 15 klub jelezte, hogy részt vesz az eseményen. Ez nagyjából egy ilyen 150 környéke létszámot jelent sportolóba, és hát ez egy olyan sparring lesz, amit az előbb becseteltünk. Lesz 15 menet kágy, illetve 15 menet Muay Thai szabályok szerinti sparring, illetve hát a nagy örömre szolgál, hogy Karacs Attila, talán a nevét a küzdősport körökben nem kell bemutatni, ugye a legeredményesebb K1-es harcos Magyarországon, aki már edzősködik, és többek között ő a technika a kiképzője is, az önvédelmi kiképzője. Na, ő fog tartani egy 1 órás átmozgató edzést a sportolóknak, és utána következik ez a 2x15 menet sparring bunyó. 1 órára várjuk a versenyzőket a sparringra. Fél kettőkor lenne egy hivatalos megnyitója rendezvénynek, amit az alapítványnak a vezetője fog megnyitni, illetve én. Majd 2 órakor szeretnék elkezdeni egy közös edzést a fiúkkal, ami egy átmozgató, bemelegítő edzés lenne, ezt a Karacs Attila fogja tartani. Az 1 órás edzés után lesz egy pici pihenő, és utána lesz a 2x15 menet sparringunk. Nagyjából ez egy ilyen 4-5 óráig fog eltartani, inkább 5-ig, és utána lesz, közben megszámolják a pénzt, és akkor utána 5 óra környékén lesz a díjátadó, úgymond, vagy a pénzátadó az alapítvány részére. Nyilván ez egy becsületkasszás rendezvény, tehát mindenki annyit dob be a becsületkasszába, amennyit szeretne. A szokásos szponzoraink támogatják a rendezvényt, illetve csatlakoztak hozzá felajánlások is. Mikolai András barátom felajánlott egy kesztyűt, ami az egyik közös márka képviseletnek a vezetője, amit Karacs Attila és Pét Norbert fog aláírni. Ugye Karacs Attila kágyba, és Pét Norbert pedig Muay Thai-ba a legkiemelkedő versenyző itthon. Na most ezt licitre bocsátottuk a közösségi oldalon, és úgy néz ki, hogy egy 100 000-es licitáló ajánlat érkezett. Úgyhogy ez a kesztyű, ez ennyiért megy el. Böröcki Jenő órás barátunk pápáról, ugye a TikTok szervisznek a vezetője, felajánlott egy márkás Casio karórát, ami szintén egy sportóra, meg tudtuk licitáltatni. Hát most, ha jól emlékszem, 42-45 000 forintnál tart a licit, ugye erre is még lehet ajánlatokat tenni, illetve kaptunk egy kézműves mester által elkészített egyedi lámpát, ami Muay Thai harcosnak a sziluettjét ábrázolja, hogy amikor világít, és hát ez a 3 licit tárgyunk van, ami folyamatosan fenn van a neten a jótékonysági esemény posztja alatt, és a poszt alatt lehet ajánlatokat tenni, tehát hogyha valaki szeretne egy ilyen küzdősportos erekét, vagy úgy támogatná a rendezvényt, hogy igazából semmi köze nincs a küzdősporthoz, az akkor is megteheti ezeknek a licit tárgyaknak a megvásárlásával. Tehát akkor egyrészt van egy részvételi díjunk a versenyzők részéről, másrészt van egy szponzorpénzünk, amit a mi támogatóink felajánlottak, hogy ugyanúgy, mintha egy gála lenne, támogatják a kórházat ezzel, illetve van a 3 licitárnak az összege, amit majd sikerül beledobnunk az alapítványnak a dobozába, és ott a helyszínen ott lesz az alapítványnak a vezetője.
aki majd a végén tart egy pénzszámlálást, és akkor lesz egy ilyen jelképes táblán, átadjuk ezt az összeget az alapítványnak, úgyhogy nagyjából ez a programtervünk. Szeretném megköszönni az összes támogatónknak, az összes aranyfelajánlónak, illetve az összes versenyzőnek, aki eljön és támogatja ezt a rendezvényt, illetve külön köszönetem Árazó Tamás polgármester úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a rendezvényre a sportcsarnokot. Korpics Gábor hozzátette, a járványügyi helyzet miatt valószínűleg zárt kapus lesz a rendezvény. Aki azonban támogatni szeretné a kórházat, december 12-én délután a sportcsarnok előterében kihelyezett dobozba bedobhatja hozzájárulását. Voltak ilyenek, hogy kérdések, hogy meg tudjuk-e nézni a rendezvényt, szeretnénk támogatni. Valószínűleg nem fognak tudni bejönni, viszont a december 12-én az alapítványnak a doboza a sportcsarnoknak a bejáratánál lesz elhelyezve, és aki szeretné, az ott a bejáratnál tudja támogatni a nemes célt. Úgyhogy szeretettel látunk minden támogatót, sajnos a rendezvény az valószínű, hogy így zárt kapus lesz, de mondom, a csarnoknál nagyon szívesen veszük az aranyokat. A kezdeti nehézségek után fordulók óta szárnyal a Pápai Vasas csapata az MB2 nyugati csoportjában. A tekések nem csak hazai pályán jelentenek veszélyt mindenki számára, hanem idegenben is esélyesként számolhatunk velük. A bajnokság 8. játéknapján ahhoz a Sopronhoz látogattak, ahonnan eddig kevesen távoztak győzelemmel. Tudtuk, hogy nagyon nehéz pályára megyünk, de szerencsére úgy kezdtük a mérkőzést. Az első két pár után 4-0 volt, 160 fa, megnyertük a mérkőzést két pár után is, már csak tartani kellett a végén a győzelmet, 6-2-re sikerült győzni. És szerencsére pont egy olyan pályán, ahogy a legnagyobb riválisaink ott elvéreztek. Tehát ez nekünk nagyon jó játék volt, hogy győztünk. A csapategység. Mindenképpen a csapategység, ami ebben a szezonban nagyon jellemző a csapatra, hogy egymásért játszunk. Jönnek is az eredmények, lehet látni. 9 mérkőzésből 7 győzelem van. Én nagyon régen nem emlékszek ilyen nagyon jó évkezdetre. Utána pedig ugye hazai pályán következett az Alegerszeg, ami szintén nem volt egy könnyű meccs. Hát az alegerszegi Lauf BTK-val játszottunk, akik tudni kell, hogy most estek ki az NB1-ből, és megmaradt ugyanaz a csapat nekik, akik NB1-esek voltak. Erős felállás, nagyon jó játékosok vannak benne, volt szuperligás játékosok vannak benne. Szerencsére egy nagyon szoros meccsen, de 5-3-ra hoztuk hát azt kell mondani, hogy hazai pályán kötelező győzelmet. Talán most már a hazai meccseken, hogy hozzuk a győzelmeket, félek, hogy egyszer görcsössé válik majd a csapat, ha kifogunk egy erős ellenfelet, de szerencsére azért a utolsó sorban Réger Zsolti nagyon jó hozta a meccs a dobása elejét, és eldöntötte végül is a két pont sorsát. Mennyien látogattak ki a mérkőzésre? Hát így, hogy most kitört ugye újra erősebben a járvány, így most kicsivel kevesebben voltunk, mint szoktunk, de a törzs közönség, aki mindig itt van, az most is szerencsére kijött és buzdított minket. Most már ugye lehet látni a YouTube-on a mérkőzést. Szeretném is fölhívni a figyelmet, hogy aki nem tud kilátogatni, az ott meg tudja tekinteni a mérkőzésünket. Hogyha előre tekintünk, akkor egy nagyon nehéz meccs vár most rátok. Igen, hát ha előre tekintünk, a legnehezebb mérkőzés fog ránk várni. Szentgotthárd második csapata ugyanúgy áll teljesen, mint mi. 7 győzelem, 2 vereség, majdnem ugyanannyi a szetpontunk is. Tehát két nagyon hasonló képességű csapat az ország legjobb pályáján. Én szerintem a legnagyobb rangadó, ami MB2-vel létezik. Hogy készültök erre a mérkőzésre? Milyen csapattal tudtok majd utazni? Én szerintem most azért kicsit változtatnunk kell, mert itt megvan azért, hogy évek alatt kijátszotta jól meg azt a pályát, és azokat kell játszatni most, akik eddig is jól meg szokták játszani, tehát hogy kicsit változtatunk szerintem egy-két helyen a játékosok között. Bízhatunk a jó eredményben? Én nagyon remélem. Ha ez a mérkőzés megvan, akkor bármiben tudunk bizakodni ebbe az évben. A Pápaiak vasárnap Szentgotthárdon egy rendkívül izgalmas mérkőzésen egy fával győztek, 5-3 arányban. Ezzel a sikerrel a Vasas már az első helyen áll a tabellán. Az elmúlt hetekben hazai és nemzetközi szintéren is megmutatta magát a Pápai Karate Egyesület. Versenyzőjük Szigeti Panna ugyanis Debrecenben sikerrel kvalifikálta magát a Shinkyokushin Európa-bajnokságra, majd részt vett a török bálinti nyílt Hinomoto IBK kupán. Mindezt a 2 éve alapított Meio Dojo színeiben érte el. 2019-ben alapítottuk az egyesületet, funkcionális edzésközpont néven. Előtte a Griff Sport Egyesület alatt dolgoztunk,
és akkor volt egy különválásunk, és azóta folytatjuk a tevékenységet. Az erőnléti vonallal kezdődött a dolog először, illetve a jogával, ez 2009-ben kezdődött, azt utána szépen jött hozzá a TRX, kettlebell és az ilyen funkcionális edzések. És hát ez a 2019-es volt a nagy alakulásunk, és ekkor kezdtük meg az önálló pályánkat. A karate ugye nem akartam elengedni, mert fontos volt számomra is, és hát itt is maradt pár ember, és így a Panna volt az egyik olyan ember, aki így, hát nekem is plusz feladatokat, motivációt adott, hogy folytassuk ezt a feladatot tovább. Kicsitől kezdve 6-7 évestől vagyunk egészen a felnőtt korig. Hát olyan 20-25 fő van az összlétszámunk. Most ebbe a pandémiás időszakban most egyébként eléggé most megfogyarkoztunk, most jó páran karanténban vannak, de hát ez most sajnos nem csak minket tizedel, ez mindenkit elég jól tizedel most ez a betegség, ami most rajta van itt a társadalmon. Még amikor elkezdtük, igazából ez még a karate szeretete indította az egészet, de 2019 végén kezdtük el a Pannával a közös munkát, és az ő hozzáállása volt az, ami megnyitott ezt az utat. 2019 végén sikerült rábeszélnem a Pannát, hogy vegyen részt ne csak a karatén, hanem az erőnléti vonalakon is, és ez eléggé erőteljesen meg is látszódott a küzdelmein. Sokat erősödött, lényegesen jobban megjelent az erőnlét a küzdelmében. Számomra is egyre komolyabb kihívás kezdett már akár a vele való küzdelem is. Új távlatokat nyitott ez nekünk, és tavaly merült fel először a versenyzés. Akkor ugye a pandémiás időszak véget sajnos minden verseny megszűnt, úgyhogy az idei év nyarán kezdtük ezt meg. Júliusban volt az első versenyünk, Szentesen. Ez egy országos bajnokság volt. Ott a Panna mindjárt második helyezéssel indított, hát ez már szerintem tudtuk, hogy akkor jó úton vagyunk. Ott egy nagyon technikás lánya, Halász Jászminnal volt egy fantasztikus mérkőzés, ami, tehát őről azt érdemes tudni, hogy európai mezőnyben is már megmérettette magát nem egyszer, tehát jó volt nekünk is látni, hogy bizony a Pannának az erőnléte az nagyon ott volt, tehát látszik, hogy nem estek jól neki a Panna ütései, rugásai. De egy a technikai fölény akkor még így jelentős, ezt tudta érvényesíteni, aztán egy fejrugással sikerült neki hozni a küzdelmet, de erről létben már egyébként nem sokon múlt, hogy meg lett volna. Úgyhogy ez volt a nyitó közös munkánk, ami szerintem teljesen jó visszacsatolás volt, hogy jó úton vagyunk. Utána következett a debreceni kvalifikációs verseny az EB-re. Itt ezt a Panna megnyerte, és hát utána jött az EB. Hát ez nem sok időnk volt, egy 2 hónapos felkészülés maradt, és hát ebben is azért voltak hullámvölgyek, tehát voltak nehéz időszakok, de a végén szerintem nagyon jól sikerült felhozni a formaidőzítést. Az EB-ről azt kell tudni, hogy egy lengyel lányjal kezdte a küzdelmet, hát nagyon szoros meccset toltak, taktikai hibákat ugyan követtünk el, tehát itt az eddig versenyek tapasztalatában általában az edző utasításokat a Panna nagyon jól tudta produkálni, tehát amit kapott tőlem utasításokat, általában pár másodpercen már láttam is, hogy megjelenik a küzdelembe, tehát ez szerintem ez egy fantasztikus dolog. Hát ez itt az EB-n ez itt annyira nem jött ki, de hát csalódottak voltunk, egyébként szoros volt, két bíró kihozta a másik lányzót, és így nyert a lengyel lány, aki amúgy meg is nyerte az EB-t. Tehát valószínű, hogy lett volna a Pannának ebben a mezőnybe keresni valója. De hát ez nem jött össze, de szerencsére utána hétvégén, ez volt most szombaton, volt egy IBK Kiyokushin bajnokság Török Bálinton, ez nagyon jól sikerült. Pannában óriási volt a becsvágya múlt heti kudarc után, és ezt a versenyt hát hatalmas fölénnyel végiggyalogolt rajta. Tehát ott is találkozott azzal a lányjal, akivel az EB-n is kijutottak, de ott azért egy elég szoros meccset küzdöttek a debreceni versenyen, hát most kb. Fél perc volt csupán, tehát lényegesen jobban sikerült ez a küzdelem, de a többi versenyző is abszolút nem volt probléma, mindjárt az első hosszabbítás után már egyértelmű vált, hogy ki jut tovább. Panna 2 év kihagyás után a szentesi versenyen tért vissza. Magabiztosan álltam fel a tatamira, 4 lányjal küzdöttem, 2 küzdelmet KO technikákkal nyertem,
A harmadik küzdelemben kicsit megtorpantam, ott taktikai hibák voltak, nem volt fent a kezem, a lány könnyedén fejbe rugott, ezáltal ő nyert. Az utolsó küzdelem kicsit nehezebbnek bizonyult, ott egy hosszabbítással tudtak csak dönteni a bírók, de azt is sikeresen nyertem, így lettem második. Debreceni verseny kettő ellenfelem volt, és az első ellenfelemtől nagyon tartottam, nagyon magas volt és sokkal nehezebb nálam, de erőt vettem magamon, és összegyűjtöttem az energiáimat, és könnyedén nyertem két fejrugással, nem kellett hosszabb, volt hosszabbítási szükség. A második küzdelemben a másik lány egy kicsit jobban dominált szerintem, de álltam a sorat, és ott is egy Jordan technikával, egy fejrugással nyertem. Így lettem ott első, és ezáltal kvalifikáltam magam az EB-re. Az EB-ről milyen emlékeid vannak? Küzdelmemben nem vagyok teljesen megelégedve, ott technikai hibákat követtem el, de ezekből tanultam, viszont rettenetesen jó élmény volt, főleg látni a felnőtteket, ahogy küzdenek, és ahogy használják a különböző technikákat, úgyhogy ebből is rengeteget tudtam tanulni, és hatalmas nagy öröm volt számomra, hogy a magyar színekben versenyezhettem, és szurkolhattam a többi csapattársamnak. De jól tudom, akkor a lengyel lány elleni mérkőzésed az elég szoros volt. Igen, nagyon szoros volt, végig domináltam, többször majdnem kitoltam a tatamiról, ezért van a baj, hogy majdnem. Még jobban bele kellett volna tennem az energiáimat, állítólag szabálytalankodtam is, ami által megintettek, ezáltal ő sokkal esélyesebbnek bizonyult, és így a négy szélső bíró közül kettő rászavazott, kettő pedig döntetlent ítélt meg, és a főbíró a lengyel lányavára hozta ki a győzelmet. Aztán Török Bálinton sikerült javítani. Igen, most hétvégén volt Török Bálinton egy versenyem. Szerencsére ott már nem volt rajtunk pajzs, ez már egy keményebb rendszer volt, és nagyon tetszett, ott három küzdelmem volt. Az első küzdelmemet két fejrugással nyertem, ezzel a lányjal már küzdöttem Debrecenbe. Érződött, hogy nem volt rajtunk pajzs, tehát sokkal jobban át tudtam ütni. A második küzdelmemet pedig ott nem tudtam azt hiszem fejrugást szerezni, de végig domináltam, és a lány folyamatosan hátrált, ezáltal a bírók engem hoztak ki győztesnek. A harmadik küzdelem az nagyon szoros volt szerintem. Ott próbálkoztam fejrugásokkal, de az ott nem jött össze. A lány nagyon magas volt, és jól vette a Jordanokat, úgyhogy itt is próbáltam dominálni, meghajtani a végét, és ezáltal engem hoztak ki a bírók győztesnek. Juhász Tamás azt mondta, hogy nagyon komoly erőléti felkészülésen vagy túl. Ez mit jelent pontosan? Hát olyan heti 10 edzést akar, nagyjából hétfőn van 2, ilyen TRX és káta, az formagyakorlat, kedden van karate és köredzés, akkor szerdán van TRX kettlebell, aztán előtte még egy zsákolóedzés, ami nagyon sokat tett hozzá a felkészülésemhez. Csütörtökön van szintén egy karate, aztán egy kettlebell edzésem, ami nagyon sokat segít az erőmben, és a gyorsaságomban, a robbanékonyságban, és még van pénteken azt hiszem egy köredzésem. És régebben még voltak futóedzéseim is, most a hidegnek köszönhetően azokat kicsit hanyagoltuk, de majd újra vissza szeretnék hozzájuk térni, és még hétvégenként is, ha gondolok egyet, akkor eljövök edzeni, és mindent beleadok. Mik a céljaid hosszú távon? Még folytatni szeretném a versenyzést szerintem, és egy övvizsga az mindenképp itt lenne az ideig. Az nyáron volt a második zöld, de a barna jövővel már nagyon hamar szeretnék eljutni. És példát mutatni a többi kicsinek, hogy a karate az egy nagyon jó sport, és hogy csinálják, amire tudják, ha nem is a karatét, bármilyen sportot, mert nagyon sokat hozzá tud tenni az életükhöz. Az IBK versenyen Szigeti Panna mellett a klub színeiben további két pápai induló volt. Pannának a példamutatása egyébként szuper látni a kisebbeken, ahogy húzza magával őket. Most hétvégén is, ami volt ez az IBK verseny, ott a Váhidi Petra a harmadik lett, és a Tuner Máté szintén harmadik lett. Báhír Petra egy olyan hihetetlen mezőnybe találta magát, amire én magam is meglepődtem, hogy csupa sárga és zöldöves lányzóval találkozott. Őről azt kell tudni, hogy 8-9 hónapja karatézik nálunk, tehát ez egy hát elég rövid idő, de tény is való, hogy a Pannával eléggé összebarátkoztak, és így hihetetlen motivációt adott számára is. De az ő esetében is bizony nem volt ritka, amikor havonta 25-30 edzésen vett részt. Az nem kevés, tehát ez nála is megmutatkozott, tehát a karate múltjához képest nagyon jól szerepelt. A kapuvári próbaversenyen, ott volt egy ilyen kezdőknek csinált verseny, akik még nem versenyeztek, azt mindjárt hatalmas fölénnyel nyerte, és hát teljesen kíváncsiak voltunk, hogy majd ez a verseny hogy alakul, de én magam sem tudtam, hogy milyen ellenfelei lesznek, de számomra is meglepő volt, hogy csupa sárga és zöldövesek, ami azt jelenti, hogy bizony akár 6-7 éve karatéznak.
azért az, ez már egy más tészta. És ebben a mezőnyben mindjárt egy sárgüles lányjal kezdett, akivel 2 perc után beixeltek, és ezután jött még egy hosszabbítás. Csupán ebben a hosszabbításban sikerült kihozni a másik lány. A következő egy zöldöves lány volt, ő vele egy fejrúgással hamar véget ért, és ő jutott tovább. És a harmadik egy szintén egy zöldöves, sőt akkor már ezt a lányt már akkora fölénnyel sikerült egy zöldöves lányt megvernie, hogy számukra is egy maga volt a csoda. Ez egy igazi bravúr volt a részéről. Tehát azt látni, hogy a felnövekvő csapat is nagyon motivált, jó úton van, és versenyről verseny látszik, hogy ők is elég ügyesen döntik meg a saját rekordjaikat. Ha már a feltörekvő csapatot említed, akkor vársz jelentkezőket? Ha igen, akkor milyen korosztály? Hatosan várunk jelentkezőket. Korosztály 6 év fölöttieket, de előfordul, amikor látom akár 5 évesnél, hogy olyan lelkesedése van, akkor általában őket is szoktam engedni. De mindenképpen próbát szoktunk ilyenkor csinálni. Ha valaki fiatalabb, mint a limit, mert előfordul, hogy bizony olyan motivációval rendelkezik, olyan akarással, hogy simán tud produkálni, és felveszi a ritmust. Óriási lehetőség, hogy ezen a helyen, ugye mi vagyunk az elsődleges használóink a teremnek, bármikor tudunk nyitni alkalmakat, amikor akár 20 edzéseket tudunk beiktatni. Jelenleg a karate rész heti 2 edzéssel működik, de vannak még kiegészítő edzések, amik például zsákoló edzés, ami egyébként nyílt, nem csak karatésok jönnek erre az edzésre, úgy tűnik, hogy elég népszerű mások számára is, akik az erőléti edzéseinket látogatják. Valamint van formagyakorlat edzés is, ami sokszor nem fér bele a karate edzésnek a kereteiben. A megyei küzdelmekben induló szabadgyalogese a 2021-2022-es pontvadászatban ezidáig 2 mérkőzést játszott. A pápaiak az Ezüst Huszár Eplény 2 és a Pételen ültek asztalokhoz. Az átalakult, megfiatalodott pápai csapat sajnos mindkét alkalommal szoros vereséget szenvedett. Mind a 2 meccsen ugyanaz az eredmény született, 7,5-4,5 arányú vereséget szenvedtünk. Én nem vagyok meglepve, azt mondanám. Pétre ugyanis hát alig sikerült összeszednem a csapatot, sőt 12 főből áll egy csapat, de nem tudtam összeszedni, mert annyi hiányzónk volt, illetve hát mindenkinek volt valami oka arra, hogy miért nem tudott játszani, és végül már tényleg Ifiket kellett a csapat hátuljába beültettem, konkrétan az én 2 gyerekemet is beültettem, és hát így lett meg a csapat. Ahhoz mérten egyébként, ahogy a leülési arányt, ha megnézzük, nem is volt olyan elviselhetetlenül fájó ez a 4,5-es vereség. Sőt, még volt olyan parti, ahol gyakorlatilag a nyerés döntetlenre rontottuk, tehát ez még több is lehetett volna. Első táblán ott Margle Roland megvert egy 2200 élőpontos játékos, de hát neki meg 2300 élője van és Fidemester, tehát gyakorlatilag nem voltunk meglepve. Jó magam, kikaptam egy nálamnál jobb játékostól, mármint papíról jobbtól, de hát mostanában ez így előfordul velem. Aztán a következő forduló, tehát amit Pápán játszottunk, az is Huszár Eplény ellen, szintén 7,5-4,5. Itt azt gondoltam eredetileg, hogy erősebben tudunk majd kiállni, csak aztán amikor nekiállok a csapatot összeállítani 7 fő magasságában, akkor ugye van egy tervem, aztán jönnek be az e-mailek meg a telefonok, hogy ezért nem jó, azért nem jó, és ott is 3 ponton változtatni kellett, mire eljött a vasárnap, azaz 3 ponton gyengültünk meg vasárnapra. És így már indok ez a 7,5-4,5-es vereségre. Örömteli, hogy a 12-es tábla, az utolsó tábla, a kislányom, Kis Dorina megszerezte élete első győzelmét a felnőtt csapatban, illetve előző héten a fiam Kis Bence is egy döntetlent azért elcsipett Péter egy felnőtt ellen, pedig azért a gyerekeknél ugye ez még mindig rizikós, amikor felnőtt ellen ülnek le, valahogy már úgy lélekben feladják a dolgot, mert hát a felnőtt az biztos, hogy jobb, de nem, ő egy döntetlen ott elcsipett, Kis Dorina pedig egy kisfiú ellen játszott, úgy látszik, hogy jobban adta elő azt, amit elő kellett, bár hát gyerekeknél azért gyakran úgy van, hogy még egy bástya előny sem jelent semmit, épp a szakosztályvezetőjük a terembe odajött hozzám, és mondta, hogy hát ez már biztos meg lesz, mondtam neki, még várjuk ki a végét, mert nem jelent semmit még egy bástya előny, de aztán jelentett, illetve az ellenfél feladta a mérkőzést. Mégiscsak a sakkban ez a leggyakoribb, amikor feladja az ember, így alakul ki
a végeredmény. Tehát most akkor 9 pontunk van két forduló után, és noha a bajnokság folytatódik most vasárnap, azaz 28-án, de mi éppen pihenőnaposak vagyunk, mert hogy páratlan számú csapat van a bajnokságban, és most jött el a mi időnk, hogy pihenjünk, nem mintha elfáradtunk volna az elmúlt hetekben, de ez azt jelenti, hogy csak a jövő évben, a jövő napterében fogunk legközelebb játszani, mégpedig január 23-án itthon Pápán hazai környezetben fogadjuk a Tapolca csapatát, akik mindig jók, még akkor is, ha gyengén ülnek le, tehát Tapolcán nincs olyan, hogy gyenge csapat, meg hát ők játszanak azért NB1-B, NB2 megyei bajnokság, tehát annyi játékosuk van, hogy nem lehet őket leírni. Én megpróbálom mindig a legjobb csapatot összeszedni. Most intézem a jövő évi versenyengedélyeket. Egy-két játékosnak, aki ugye abba hagyta menet közben, vagy esetleg külföldön tartózkodik, nekik ugye nem is lesz játékengedély kiváltva. De örömteli, hogy elkezdett az edzésre följárni, vagy elkezdenek följárni olyanok is, akik esetleg később majd beépülhetnek a csapatba, és nem kimondottan kisgyerekekről beszélek, hanem felnőttekről. Ebben azért látok némi potenciált. Aztán majd meglátjuk. Igazából nagy terveink nincsenek a szezonra, meg a koronavírus miatt egy kicsit úgy tartunk is tőle, hogy esetleg menet közben történik valami a bajnoksággal, félbeszakítják, vagy törlik az utolsó fordulót, esetleg márciusban lenne a vége a bajnokságnak egyébként, abban a hónapban két forduló is lenne. Úgyhogy nem is terveztünk semmi olyan konkrétumot, tehát valahol ott a középmezőnyben, ha végzünk, azt mondom, elégedett lehetek, aztán majd meglátjuk a jövőt, hogyha tényleg tiszta szezon lesz, meg vírusmentes, meg minden, akkor majd elkezdünk építkezni, de nekünk mindenképpen arra kellene törekednünk, hogy a csapat elejébe szerezni egy vagy két játékost, hiszen aki az első táblásunk, Margl Roland, ő csak vendégjátékos nálunk. Tehát, hogyha följutnánk az NB2-be, nem tudna nálunk játszani, hiszen a Tapolcán játszik NB1-ben alapigazolással, tehát akkor ő ott nem ülhetne le, mert két NB-s csapatban nem ülhet le egy játékos, tehát akkor rögtön probléma elé néznénk. Majd megpróbáljuk, azért vannak nevek, akik mindig ugye a tarsolyba felmerülnek, hogy kit lehetne. Csak én nagyrészt annak vagyok híve, hogy azért pápai vagy pápa környéki játékost próbálok a csapatba betenni, nem pedig összeszedni, összevásárolni. Bár még csak két forduló telt el a bajnokságból, azért az erőviszonyok körvonalazódnak-e, tehát van-e mondjuk veretlen csapat? A listavezető az a Kelet-Balatoni SE, tehát Balaton-Almádi csapata, ők minden évben jók, de én azt mondom, hogy a keretük alapján nem feltétlenül kellene ilyen jól állniuk, tehát olyan verhetőnek tűnnek, és főleg azért, mert nem mintha lebecsülném az idősebbeket, de sok szeniorkorú játszik náluk, akik azért a tapasztalat azt mutatja, hogy egy hosszabb parti van, ők azért úgy jobban elfáradnak, tehát egy 3-4 órás partiban. Múltkor mi is játszottunk egy 4,5 órás partit, például Margl Roland Péten az első táblán 4,5 óra alatt gyűrte le az aktuális ellenfelét. Úgy átlag azért maradjunk, hogy 3-4 óra között van az idő, amíg egy parti tart. Az egyesület tagjai részt vettek a kapuvári királykupán, ahol a begyűjtött egyéni érmek mellett csapatversenyben elsők lettek. A felnőtt mezőnyben sem voltunk sokan, talán 20-an, illetve a gyerekek is talán összesen 20-an voltak, és ez több korcsoportra oszlott, úgyhogy relatív könnyebb volt jó eredményt elérni. Így is a gyerekeket együtt játszották, hiszen 9 fordulóról beszélünk, 15 perc gondolkodási idő fejenként, és hát nem tudták volna lejátszani a gyerek létszám miatt az adott korcsoportba a 9 meccset, tehát ezért összevonásokra kényszerültek a szervezők. Így aztán az történt, hogy mindenki, aki elindult pápai részről, az éremmel vagy kupával térhetett haza. Talán a legfontosabb, hogy a felnőtt csapatban megnyertük, 3 fős csapattal lehet indulni, gyakorlatilag összeadják a szerzett pontszámát a 3 játékosnak, és akinek ez a legmagasabb lesz, az a csapat vihet haza egy kupát. Illetve feleségem Kisné Simon Bernadett a legjobb női díjat elhozta, meg a legjobb 1600 alatti díjat. Aztán lettek érmeseink, Imre Marcel, Nagy Izabella, Kis Bence és Kis Dorina. Nagyjából azt mondom, hogy volt, akinek ez volt az első versenye, Nagy Izabellának és Imre Marcelnek, tehát jó is, hogy így alakult, hogy rögtön valami sikerélmény van nekik, tehát hogy érmet kaptak. A játékon persze még kell csiszolni, de hát tudjuk mi ezt, és ugye amikor idősebbekkel játszunk, akkor eleve néha azért föladják a gyerekek, hogy hát semmi esély, de azért senki nem maradt pont nélkül, azt elmondhatom mindenkinek. Az egyesület heti egyedzésére minden sakkozni vágyót szeretettel vár. Csütörtökön vannak az edzéseink 14:30-6 óráig a Huszár Közösségi Ház második emeletén. Ezúton is várok mindenkit, kortól függetlenül, aki kedvet érez a sakkhoz, hogy látogasson meg minket, mert
Igazából most, hogy ez a koronavírusos helyzet van, talán itt több is a szabad ideje az embereknek, tehát várom a tagokat, mert tehát, ha többen vagyunk, csak jobb lesz nyilván a csapatnak is. November közepén Martonvásáron rendezték meg a Magyar Kung Fu Szakszövetség meghívásos magyar bajnokságát, ahova az első és második forduló alapján a Hét Csillag Egyesület 6 versenyzője kapott meghívást. Sajnos technikai meg emberi okok miatt is három versenyzővel tudtunk megjelenni. Azt gondolom, hogy nagyon jó verseny volt, hát ugye a meghívásos versenyző mindig hoz egy bizonyos szintet, hiszen itt csak az első 4 helyezett kerül meghívásra a 2 forduló alapján. Gyakorlatban 11 kategória volt különben, amely érintettek voltunk. Ebbe volt ugye formagyakorlat, fegyverrel, pusztakézzel, illetve volt páros forma, és ezen kívül ugye küzdelem. Hát én azt gondolom, hogy a verseny jól sikerült, bár kicsit azért elégedetlen voltam, hiszen lehetett volna fényesebb is a teljesítmény, hiszen több másik hely született, illetve a harmadik hely, és azt gondolom, hogy nem a technikai dolgokon mentek el néha, hanem inkább a taktikai dolgok voltak, amik most nem jöttek annyira össze. Mindenképpen azért tanulságos volt. Én azt gondolom, hogy hát, hogyha kezdeném, akkor mondjuk a forma gyakorlatban ugye Szabó Dávid hosszú fegyverbe első helyezést ért el. Azt gondolom, hogy nagyon szép formát mutatott be. Illetve Horváth Gergő volt még, aki rövid fegyverben 4. helyezést ért el, még hosszú fegyverbe pedig második helyen végzett. Szabó Dávid volt még, aki pedig pusztakezes forma kategóriában szintén második helyen végzett. Ezen kívül volt még egy páros forma gyakorlat kategória. Hát most nem sikerült megismerni a második fordulót, mert ott első helyen végeztek, most sajnos a harmadik helyre szorultunk, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kicsi volt a 3 csapat között a különbség. Küzdelemben pedig ugye Kis Máté, Horváth Gergő, Szabó Dávid volt, aki képviselte az iskolákat. Én azt gondolom, hogy mindenki nagyon szépen fejlődött, hát a Kis Máté és Horváth Gergő az egy kategóriába került. Nem volt annyira jó az elsődleges mérkőzésük, így igazából a harmadik helyért mérkőzhettek egymás ellen, azonban közben az egyik döntőst léptették, mivel olyan technikát és olyan erőt használt, ami nem volt megengedett, így igazából egy másik és egy harmadik helyet sikerült szereznünk. Horváth Gergő második helyet végzett a ifjúságiak 65 kg-os mezőnyébe, még pedig Kis Máté ugyanebbe a kategóriába a harmadik helyen végzett, Szabó Dávid pedig a serdülők 60 kg-os mezőnyébe lett második. Hát azt gondolom, hogy annyiban mindenképpen bizakodó vagyok, hogy ugye visszanéztük azért az előző verseny mérkőzését is, és én azt gondolom, hogy mindenhol látszik azért a fejlődés. Most annyira nem jött össze minden úgy, ahogy kellett volna, de én nagyon bizakodó vagyok, hiszen azt látom, hogy technikailag megtörtént a fejlődés. Sajnos az ottani versenydruk miatt az taktikailag nem tudott az megvalósulni még azok a kis apróságok, amik fényesebbé tették volna ezt az érmet, de mindenképpen bizakodó vagyok. Hát ugye tudni kell azt, hogy most itt a Covid miatt nagyon összesűrűsödtek a dolgok, a nemzetközi versenyek elmaradtak majdnem mindebben az évbe, ami nekünk annyiból azért biztató, hogy jövőre lesz több nemzetközi kupa, illetve jövőre kerül megrendezésre a világbajnokság is. Ugye van még Szandában egy versenyzőnk, aki küzdelemben úgy gondolom, hogy nagyon aspirálhat erre a megmérettetés, ugye Amerikában lenne ez a VB. Ő ugye a Tóth Bálint, aki fókontaktban ugye a 90 kg-osok mezőnyében nyerte meg a 2 fordulót. Most a magyar bajnokságon ugye több ellenfele is visszalépett, illetve neki is közben jöttek dolgok, de azt gondolom, hogy a szövetséggel egyeztetve akár ő neki még esélye lehet erre a megmérettetésre is. Úgyhogy én mindenképpen bizakodó vagyok, hogy a jövő évben kicsit rendeződik a világ, és az edzésben is úgy tudunk beállni, ahogy kell.
Az Egyesület erre az évre még egy versenyt tervez, ez pedig a december 5-i szambó országos bajnokság lesz. Ott igazából egy versenyző az, aki most még talpon maradt, az említett Tóth Bálint lesz, aki szintén megmerítheti magát. Hát apropója az ugye, hogy a tavalyi év sikerült megnyernie ugyanígy, ott még a 85 kg-os kategóriába a magyar bajnokságot, úgyhogy bízok benne, hogy idén is ez legalább a dobogón sikerül végeznünk, de nagyon örülnék neki akár fényesebben is, hiszen tényleg nagyon jó edzésmunkát végeztünk ebbe az utolsó fél évbe, ha lehet így mondani, mind erőbe, ütőerőbe, rúgóerőbe nagyon sokat fejlődött a Bálint, és azt gondolom, hogy taktikailag is egy nagyot léptünk előre, és nagyon bizakodó vagyok vele kapcsolatban. Az év utolsó eseménye a tervek szerint a hagyományosnak mondható december 31-i szilveszteri ostormenet lesz. Minden évben ostormenettel búcsúztatjuk az óévet, hát tavaly egy kicsit ez ugye más jelleget öltött, hiszen mindenki az udvarán vagy a ház előtt csattogtatott, és ezt egy virtuálisan próbáltuk megosztani egy kis montásba. Hát remélem, hogy idei évben azért lehetőségünk lesz, hogy újra egy kicsit az utcákat hangossá tegyük. Jelen pillanatban tervezük azt, hogy 31-én szintén azért ennek megpróbálnánk egy kicsit hangot adni. Döntő többsége most az Egyesület tagjaira alapozom, pont azért, mivel itt a járványhelyzet miatt úgy gondolom, hogy akik vannak versenyzőket könnyebb mozdítani, és ők amúgy is a versenyfelkészítés miatt együtt edzenek, és hát velük készülünk azért az ostormenetre, és hát bízok benne, hogy meg is tudjuk majd valósítani 31-én délután a belváros területén majd valahol.